Több halálos baleset is történt az utakon az elmúlt órákban. Jászberénél 3 autó ütközött, a balesetben 2 haltak meg. Abonynál 4 autó és egy kamion karambolozott, ott egy ember vesztette életét. Eddig még tisztázatlan körülmények között ütközött össze összesen 3 autó Jászberény és Jásztelek között ebben a balra ívelő kanyarban. Az eddigi vizsgálatok szerint ez a zöld kis autó volt a baleset okozója, de azt, hogy mi történt, még vizsgálják. Egy Jásztelek irányából Jászberény felől közlekedő személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan összeütközött egy gépjárművel. A részes gépkocsiba egy Jászberény felől érkező jármű beleütközött. Az ütközést követően a balesetet okozó autóban utazó 2 ember életét már nem tudták megmenteni. A másik 2 autó utasai megúszták a balesetet kisebb sérülésekkel. Pest megyében Abony közelében az M4-es autóúton 4 autó és egy kamion ütközött össze. Az eddigi vizsgálatok szerint az álló kocsisorba csapódott bele egy román rendszámú teherautó. Az ütközés olyan erős volt, hogy a sor végén levő autókat egy kamionnak tolta. A leghátsó autót vezető középkorú férfi az ütközésben olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők sokáig tartó küzdelme ellenére a helyszínen meghalt. Mindkét baleset körülményeit még vizsgálják a rendőrök.